június közepétől új szolgáltatás is igénybe vehető itt a gyógyfürdőben. A szárazfürdő hatásáról azt a vendéget kérdeztük, aki eddig a legtöbb kezelést vette fel. Ez a 13. kezelésem, a mai, 12-n vagyok túl. Ugye érszőkület gyanúval jöttem én ide. Már az viszonylag az elején, az első 2-3 kezelés után úgy éreztem, hogy a kúra végén ez jó lehet, és el is döntöttem, hogy ha ez így folytatódik, akkor az első adandó alkalommal megismétlem ezt a kúrát. Úgyhogy már beszéltem is az igazgató főorvossal azóta telefonon, körülbelül egy hónap múlva jöhetek vissza, és vissza is jövök, mert nagyon jónak látszik. Pontosan miben érzi a hatását? Fájdalomcsökkenés, vagy mi az, amit érez? Többek között fájdalomcsökkenés is, bár nekem még csak kezdődérszűkületem volt, tehát igazi nagy fájdalmaim nem voltak. Azt mondtam, hogy olyan, hogy nem esik jól a séta, ezért nem is mozogtam eleget. Most, ha megyek, ezek a tünetek nem jelentkeznek. Remélem, így maradok, sőt, még egy kúrával. Remélem, még a sportot is megkezdem, mert azért hadd meséljem el, ha lehet, hogy ami miatt én ide kerültem, az egy kispályás tornatermi futball csapat, ami 35 éve a közgázba megy, és a lábam miatt úgy döntöttem, hogy abba hagyom. Csapattársaim ezt elég nehezen viselték, elég ízokon vették, és úgy döntöttek, hogy jöjjek ide, tegyem magam rendbe, és ősszel, ha ez a mérkőzés sorozat újraindul, legyek ott. És remélem, ott tudok lenni. Milyen betegségek esetén alkalmazható a szárazfürdő gyógykabin, és mi a hatásmechanizmusa? A széndioxid szárazfürdő gyógykabint kezelést szív- és keringési elégtelenségben szenvedő betegeknek ajánljuk. Elég gyakori manapság a érszükületes betegségben szenvedő ember Magyarországon is. Ezeknek a betegeknek nagyon hatékonyan segít ez a kezelési forma. A kezelésnek a lényege, hogy széndioxidot engedünk a kabinba, mivel a széndioxid nehezebb, mint a levegő, ez a kabinnak az alján megülepszik, végül is majdnem olyan, mintha egy kárdal teli vízbe ülne a beteg, csak a víz helyett széndioxid van. A széndioxidnak a hatásmechanizmusa abban rejlik, hogy a bőrön keresztül felszívódik, diffundálódik, és a hajszálereknek a keringését javítja. Tehát mivel a perifériás keringés javul a egyes szerveknek is a működése, a vérellátása, elősegíti a szívnek a működését, mélyebbé válik a légzés, és összességében, mivel a szerveknek a működését is befolyásolja, az általános közérzet javulást okoz. A kezelés alatt a beteg egy kellemes melegség érzést tapasztal. A kezelés során nem szükséges tehát levetkőzni teljesen, puha, nem műszálas ruhát használhat a vendég a kezelés alatt. Kényelmes maga a kezelésnek a kivitelezése. Egy kezelés általában 20 percig tart, a kúraszerű alkalmazását javasoljuk, általában 10 kezelés egy kúra, amit javasolnak, és évente többször is meg lehet ismételni ezt a kezelést. A gyógycseppeket támogatta a Hungaros Pazérték.